ebből a moziból indultam, és viszonylag fiatalon, én 13-14 évesen kezdtem el itt dolgozni. Nyilván, dolgozni, nyilván, mint segédgépész beengedtek a gépházba, de ennek megfelelően később munkát ajánlottak, mint analóg mozigépész. Akkoriban ez úgy nézett ki, hogy nagyjából egy ilyen kis vidéki mozinak két-három hetet kellett várni a filmre, mert először a filmeket a nagy plázamozik kapták meg, már akkoriban se nagyon szerettek valamiért az emberek két-három hetet várni egy filmre, így nem sok néző volt. Nyilván nekem ez egy nagyon optimális helyzet volt. Én kényelmesen tudtam a gépházba tanulni, vagy laptopról dolgozni, miközben ment a vetítés. Hát ebben az első nagy változás az 2009-ben jött, amikor megérkezett a digitális vetítőberendezés, és hozzá a 3D rendszer. Ennek két nagy előnye volt, a mozi újra tudott premier előadásokat vetíteni, a 3D-nek pedig az újdonság varázsa miatt köszönhetően újra megjelentek a moziban a nézők. Na most akkoriban még ezeket a vetítőket teljesen analóg módon üzemeltettük. Mit jelent ez? Megjött a film, a gépésznek volt a feladata feltölteni, előadások előtt közben a világításokat, a függönyvezérlést a gépész kapcsolgatta, és hát ez azért nem volt annyira jó, mert hogy ezekből a gépekből többet is ki lehetett volna hozni hiszen a nyílt forráskódú szoftverekből épülnek fel. Ez azt jelenti, hogy ennek a dokumentációja, működése az az interneten számára bárkinek elérhető. Na most, hogy megnézzem, hogy ez mitől működik és hogyan működik, én az egyik éjszaka szereltem a 30 milliós vetítőberendezést. Utólag nem lennék a saját főnököm egyébként. A nagy szerencsé, hogy másnap reggelre sikerült összerakni, és hát elindultak a vetítések ugyanúgy. Viszont ennek köszönhetően elkezdtem leautomatizálni az olyan dolgokat, amik naponta megtörténnek, mint ugye a lámpakapcsolás, függönyvezérlés, ami a gépész feladata, és a végén az előadások indítása. Nyilván ennek egy nagyon egyszerű oka volt. Én akkor kezdtem el főiskolára járni, nappal lementek az előadások, délután jöttem ide dolgozni, és hát azért este az ember a szívesebben ment el bulizni, mint hogy itt üljön a gépházba. És hát ez az is hozzá tartozik, hogy ebben az épületben a gépháznak egy teljesen külön bejárata van. Tehát a gépész, amikor ide jött, nem találkozott a pénztárossal, jegykezelővel, ők onnan tudták, hogy itt van, hogy elindult a teremvilágítás és a zene, akkor tudták, hogy van valaki a gépházba, lehet beengedni az embereket, el fognak indulni a filmek. Igen, nem, magától indult, én a közelbe se voltam. Egyszer felhívtak, hogy menjek már le az irodába. Egertől egy laza másfél órára voltam egy rendezvényen. Onnantól ennek gyorsan vége is szakadt. Igazából nem, nem, nagyon tudtam abszolválni a kérést. A rendszer első gyakorlati haszna az akkor mutatkozott meg, mert mind nem számomra, számomra előtte is, hanem a mozinak, amikor volt egy klippremier decemberben ebben a moziban, és történt egy olyan meghibásodás, hogy a vetítő az a klippremiere-nek az utolsó képkockáját tudta csak vetíteni. Tehát gyakorlatilag a vetítőnk az annyit tudott, hogy kivetített a klipből egy képet, erre nem nagyon lehet azért pénzt kérni és jegyet árulni, ami decemberben probléma, hiszen a mozikban ez a leglátogatottabb időszak. Úgyhogy felhívtuk a szervizt, szervisz szerviz közölte, hogy leghamarabb két-három hét múlva tud embert küldeni, aki egyáltalán nem megnézi, hogy mi a probléma. Nyilván ezt nem lett volna jó kivárni, hiszen több millió forint veszteség, hogyha ezt megvárjuk. Így gyakorlatilag annyi történt, hogy a szervizesnek megmutattam, hogy hogy tud bejelentkezni az én hálózatomon, és még aznap megoldotta a problémát, mivel egy apró szoftveres meghibásodásról volt szó. Na most akkor igazából az történt, hogy én nagyon ideges voltam, hiszen volt ez a rendszer, amit én használtam. Én minimum egy ügyvédi felszólításra számítottam, hogy talán ne szereljem már szét, és nézzem meg, mitől működik az általuk összerakott rendszer. És másnap hívott is a cégvezetője. nem ez történt, munkát ajánlott. Igazából annyira komolyan gondolta ezt, hogy első körben két év alatt több mint 600 moziterembe telepítettük ezt a rendszert és ez még csak az első kör volt. Igazából ekkoriban nagyon sokat utaztam, és nagyon érdekes volt az, hogy a régi hagyományos gépészek nem igazán tudták kezelni a felmerülő ö, problémákat ezekkel a digitális vetítő berendezésekkel, így ö, többször előfordult az, hogy ténylegesen egy mobiltelefonról kellett ö, egy mozit megjavítanom, hiszen ültem egy reptéren, várt, vártam a repülőre, hívtak, hogy probléma van, segítsek, és hát nem volt nálam más eszköz. Szerencsére egy moziban vagyunk, úgyhogy ezt nagyon könnyen be is tudom mutatni egy mobiltelefonnal, hogy mennyire kényelmesen vezérelhető akár a világ másik feléről is a vetítés, hiszen elindítom a telefonomon, és két másodperc múlva látjátok, hogy a vásznon is történik szépen, amit én csinálok. Welcome to something special. Welcome to TEDx. A copyrightok miatt nem indíthatunk el előzetest, úgyhogy a TEDx intro tudom csak elindítani. És közben kerestük a lehetőségeket, akkor már kollégáimmal, hogy még jobban össze tudjuk kapcsolni az egymástól különálló rendszereket. Nagyon sok olyan rendszer van egy moziba, ami minden olyan adatot tartalmaz párhuzamosan, ami a vetítésekhez kell. És hát mi a legkézenfekvőbb? A pénztárrendszer. Hiszen ott benne van az, hogy mikor kezdődik az előadás, hányan ülnek rajta, milyen hőmérséklet kell a terembe, esetleg le kell állítani az előadást, hiszen senki nem vet jegyet. És mostanra eljutottunk oda, hogy egy országos moziláncot ami 13 moziból áll, és ezt meg is tudom mutatni, két ember kezel. Gyakorlatilag ezen a felületen nagyon kényelmesen látják azt, hogy milyen problémák vannak. Nyilván ezek most nem valós problémák, ez a 13, de amit látunk, az most élőadás. Tehát gyakorlatilag bejelentkeztünk egy olyan moziláncba, ahol látjuk, hogy Pozsonyban vetít 12 terem, és gyakorlatilag, ha akarnánk, felcserélhetnénk a filmet, de hát azt nem akarjuk, mert, mert az nem tenne túl jót a szakmai hírnevemnek, de gyakorlatilag minden olyan információt le tudunk kérdezni egy gomnyomással, amire szükségünk van, és aminek baromi nagy előnye a, mellett, hogy központosítani tudtuk az üzemeltetést, kényelmesebbé tettük a mozik életét, az az, hogy már a hibákat ö, előre meg tudjuk jósolni, azelőtt, hogy bekövetkezhetnének, hiszen mindig vannak rá utaló jelek, és így csökkenteni tudjuk az elmaradt előadásokból származó kellemetlenségeket. Jó, bocsánat, közben ezt leállítom. És hát miközben ez történt, a közben átalakultak a nézői szokások is. Az embereknek a digitális eszközhasználati szokásai azok megváltoztak ma már a weboldal látogatások közel, sőt több mint 70%-a az mobiltelefonról érkezik. Ugye mindenkinek ott van a zsebében az okos, okos, telefon, nagyon kézenfekvő, kényelmes, igazából nőtt az online vásárlási hajlandóság, tehát az tisztán látszik, hogy ma már az emberek inkább vásárolnak mobiltelefonról jegyet, aminek számunkra egy nagyon nagy előnye az, hogyha a néző szeretné, akkor euh, tudhatjuk róla azt, hogy milyen filmeket kedvel, milyen gyakran jár moziba, egyedül, esetleg több emberrel, euh, és célzottabb ajánlatokat tudunk számára készíteni, és ez jelentősen javítja ugye az élményt. És rájöttünk, hogy van itt még egy hatalmas kihasználatlan terület, ez a büfé. Jelenleg is azon dolgozunk kollégáimmal, hogy hogyan tudnánk megoldani azt, hogy a legkényelmesebben lehessen mobilról online a mozi egy mellett terméket is vásárolni. Na most, hogyha valaki nagy forgalmi időszakban vásárolt már mozi büféből, akkor tudja, hogy ez nem a legkellemesebb élmény, hiszen nagy a sor, sokan azt se tudják, hogy mit szeretnének, idegesek, főleg, hogyha családdal megyünk, akkor ugye a többször előfordult már az, hogy Végignéztem a pultból a kollégáim mögött, hogy oda megy az anyuka a gyerekkel, elmondja a gyerek, hogy bármit kérhetsz, a gyerek mondja, hogy kóla, azt nem mert cukros. Tehát gyakorlatilag így szokott kinézni egy normál bifévásárlás. Mennyivel kényelmesebb ugye az, mobilon ezt szerakjuk, gyakorlatilag kapunk egy rendelési számot, és amikor elkészült a termék, csak át kell venni. Így a nem túl távoli jövő mozia, az nagyjából úgy fog kinézni, hogy kapok egy értesítést, hogy az általam kedvelt filmnek új része jelent meg, megveszem a jegyet, a büfé termékeket, meghívom a barátomat, hogyha esetleg mással szeretnék moziba menni, és miután megérkezek a bevásárlóközpontba, ahol a mozi van, nem kell a túl zsúfolt előtérbe menni, hiszen ö, beülhetünk egy kávézóba vásárolni, mert amikor átvehető a rendelésünk, vagy ö, megnyílik a moziterem, kapunk egy értesítést, és elég csak arra oda menni a moziba, hogy beengedjenek minket. És hát a világ és az emberek digitalizációjának egyébként egy másik hatása, hogy ma már a moziknak sokszor nem egymással, hanem az emberek nappaliával kell versenyeznie. De szerencsére ezt tudják a mozik, a gépgyártók, a filmstúdiók, és hát hozzám hasonló emberek is, és minden megtesznek azért, hogy élmény legyen moziba járni, legyen ez egy új hangrendszer, képformátum, vagy egy ötlet a saját életünk megkönnyítésére.